Jaj, bocsánat, forog a kamera közben. Forog? Forog, igen. Jó van, akkor még, jó napot kívánok. Még nem, várjál, ja. Mert úgy szoktam kezdeni, hogy az a kamera, oda nézünk. Prima. Szevasztok, ez itt a Game Day iroda, és egy random kiadás István Kovácssal. Sziasztok, üdvözlöm mindenki a... ezt hogy mondják, nem a, otthon, a készülék előtt, hanem a monitor, internet, a monitor előtt. Igen. Aki nem tudná, István Kovács a berlini magyar tévének az ilyen nem utazó, hanem nem, helyszíni, budapesti tudósítója. Tudósítója, igen. Üdvözlöm a Berlin Magyar TV nézőket. Itt vagyunk a Kolozsvár utca elején, ami a 15. kerületben van. Itt található a Plécsáda is, amit szeretnénk önöknek most bemutatni. Mekkora vendégek járnak ide? Mit szerint személyed? Aha. Ez az, amit szétvágtuk a vastagság véget. Aha, ez a monarchia kettévágva, ugye? Gyakorlatilag, hölgyeim és uraim, egy ebéd megvásárlásával kettő ebédünk is lesz. Van egy testhez álló játék, amit szeretnék neked megmutatni, de most mesélj arról, hogy te játszottál-e valaha videójátékkal. Igen, volt a gyerekkoromban, volt olyan gyerek, akinek volt már ugye játéka, így a általános iskola végébe, és akkor ott kölcsön vettük, kölcsön adták. Nekem nem lehetett otthon, már a szüleim mondták, hogy nem szabad, tehát olvasni kell, mert ez butaság, meg kvácórám se lehetett, csak ilyen mutatós. Hát komolyan, mert szigorúak voltak a szüleim, ilyen konzervatívak voltak ilyen értelemben. Műanyag puskát kaptam azért gyerekkoromban, meg indián nyilat, de olyat nem, hogy így... Na, és akkor kölcsön adták, és akkor titokban, amikor beteg voltam, szülők dolgoztak, akkor betegen rátettem influenzásra otthon, amikor még a tévékészülékbe, és akkor lehetett. De akkor ilyen olyan volt, hogy három szöget lőttek, négy szöget volt, ilyen kis takarás, tehát inkább ott hagytam abba. Akkor te még ilyen joystickkal játszottál? Igen, látom, hogy vannak, itt van az asztalon is ez a furcsa izé, tehát nem értem, hogy olyan, mint valami tehénnek a tőgye, amin túl sok gomb van. Ez a konzol? Nem, ez a kontroller. A konzol az a konzol, amin fut a játék. Aha. A kontroller, az nem tudom, hogy van németül, az meg amivel irányítjuk a játékot, és mondtad a lövöldözést is, én ilyen lövöldözős játékra gondoltam. Testhez álló? Persze, hát... Nem óckodsz az erőszaktól azért ennyire? Nem, csak anyukámnak majd kell mondani, hogy akkor kapcsolják ki a jó, internetet. Jó. Szerintem cseréljünk is helyet, mert innen jobban fogod látni a monitort, és akkor mindjárt semmi gond, azt a nézők még nem is látják, hogy mi van a képernyőn, mert az meglepetés lesz nektek, amint elindítom István Kovácsnak a játékot. És akkor én ülök ebbe a versenyautóülésbe, ezt ismerik a nézők? Forma 1-es. Vagy már vágni akarsz? A Wolfenstein, nincs nálam a szemüveg, Wolfenstein. Okay. A játék az angolul van, az remélem nem probléma. Én hallottam már erről a játékról, azt tudom, hogy vannak benne így nácik. Hát vannak, ilyesmi. De mi nem velük leszünk. Ellenük szeretek harcolni. Ellenük? Hát persze. Na, ez egy nagyon derék dolog. Kezdjünk egy új játékot, én azt mondom, és nem baj, ha a legkönnyebbre tesszük? Miért van? Aha. Ja, hogy ettől, hogy baba könnyűség? Igen, baba könnyűség, de van ilyen véres fejű is, de azt mivel... Igazából... Baba, mert nem akarom untatni a népeket, hogy itt nagyon rosszul játszik a ember. De amúgy... Nyomogassam? Kontrollerrel játszottál már? Ilyennel? Hát volt már a kezem, de nagyon ideges lettem valami MediaMarktban, mert nem tudtam irányítani a dolgokat. Jó. Na, az X-et nyom meg. Na mindegy. Akkor, és ezzel kell nézni. Ezt amikor így jobbra húzod, meg balra. Oké, akkor látom. És figyelj, most például ott van, hogy akire ránézel, kiírja alatta, hogy sacrifice Wyatt, tehát őt feláldozod és a másikat mented meg, vagy ránézel és őt feláldozod és ő marad életben. Tehát rögtön egy morális... Gonosz nem tudom akkor kinyílni. Most sajnos nem, mert a vállunkon egy ilyen ekkora robot ül. Azt most nem látjuk. Ja, te a gonosz nyírnát hát most? Hát akkor most nem lövés, csak azt vállal, és akkor oké. Okay, és akkor mutatja, hogy a négyzet, a igen, négy, ez négyzet a négyzetes. Fogja, akkor most legyen összeg, én nem ismerem szerencsére. Ez most megint a jelen. Éppen mentenek meg minket. És nem lehet ezt átugrani és lőni? Mi az? A belünk. Igen, kedves kollégák, ez egy 18 pluszos játék. Wolfenstein New Colossus. Fierce! I need light!
Megint egy ilyen visszagondolás. És kitettek engem az ablakon? Valami mélyeges ember jött. Ez az apukánk. Ah. Nézd meg, milyen gond. Hadsereg, amit sem a hát kör, nézni, sem azt tudsz. Most még nem. Semmi közelítés, valamit szeretnék. Türelmetlen leszek tőle, hogy itt van ez a tehetetlenség. Hát ez a dramaturgiája ennek a játéknak, hogy olyan kényelmetlen helyzetbe hoz. Én értelem, ez filmes, ahol előjött utunk. Nekem kell előni a kutat. A saját kutat. Doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. It's on you. Igen. Finger on the trigger. És akkor most ugye megint amivel néztél, azzal lehet célozni. Ja, látom. De megpróbálhatsz nem a kutyára lőni, ha nem szeretnél. Shoot her! Hát addig sajnos nem megy el a kezed. Lőni. Hát hogy... Mellé is lőhettél nem, volna. Igen, gyorsan igen. Túl lettünk. Igen. Az nem volt világos. Hát, és ha mellé lövök, akkor jön is még ver, fater. Most nyom meg a négyzetet. Add ide. Halló. It's you. Take this. Odaadja. Okay. Na már nekünk is van. Thank you. Oh shit. Többi, akkor mindig a négyzet? És akkor ugye ezzel kell majd célozni. Már őt leütötték, vagyis lelőtték sajnos. Aha. És akkor hát innen majd el kell indulni nyilván. Lehet várni is, de akkor... Körbe lehet nézni a szobában. Másik ajtó nincsen? Nem látok másik ajtót. Így nehéz a tolószékkel átjönni ezen a patkán, ugye, mert ezek még nem mozgáskorlátozott kompatibilis útmódok. Értem, de lefelé, nem arra! Ó, az a baj, lefelé, meg a fölfelé máshol van. Úgy, most jó. Meghalt. Nagyon jó. Mehetünk tovább. Ott a következő. Ott a következő. Ki kell nézni rá. Úgy. De... ez a lefelé, kifelé, ez más. Amikor kinéz. Ki fog nézni szerintem egy idő után. Na. Fedezék most! Nagyon jó! És akkor szerintem elindulhatunk. Már megint jön! Még nem volt meg. Újra kell tölteni. Ilyen tekintetben realisztikus a játék. Aha. De kifogy a lőszer, de még jó vagyunk. Nagyon szuper. Headshot kill, azt is kiírta. Prima. Hát úgy vannak fölöltözve legalábbis. Hátam mögül nem jöhet senki. De amúgy lehet szerintem, úgyhogy... mindig érdemes így falnál, fal közelben maradni. Ah! Igen, attól, hogy te fordulsz a székbe, a karakter még nem fordul, okay. Erre oda kell figyelni. De szerintem nagyon jó az az élet, igen, ott az a kereszt, és mellette van a pajzsunk. Azt kell megnyitni. Puskával? Nem, négyzettel. Hogy lehet váltani, hogy történcsere? Történcsere? Az is a négyzet. Hoppá, sikerült magamtól. Prima. Az az ennyi, várjál. A te kávédat hozom. Prima, köszönöm is oda. Ne hát, akkor megjelzem. Igen? Addig játszak egyedül? Hölgyeim és uraim, nem tudom, úgy érzem magam, mint valami kisgyerek, akit ott hagytak a játszótéren. És akkor... ottán van, azt a leszedem akkor. Mennyire kell pontosan célodni? Sikerült volna. Ó, gyerekek, hát pedig látták maguk is, hogy milyen pontosan céloztam. Próbálom itt a headshotot összehozni, de egyelőre nagyon béna vagyok, remélem nem rölnek ki. Jaj, de nehéz! Lábom próbálom lőni, és sikerült. Jó, de hányan vannak, Imre? Nagyon sokan. Menjek előre? Tessék. 3-4 nászit lesikerült lőni. Mik jöhetnek föl, valami Paternoster vagy? Ez Paternoster, hát igazából ezek ilyen nagy fogaskerekek, de mi Paternosternek használjuk, így valamelyikbe bele kéne gurulni. Aha. Belőni mindenkit. Na jó, hát Imre, te nagyon... igen. Én ezzel nem tudnék csajozni. Tényleg ezzel lehet lányok is nézni kezdeni? Persze. Aha. Nagyon sok lány nézi. Akkor ők fölnéznek rá. Biztos. És azt gondolják, hogy rólam húgjén valami bohazasztó ügyetlen.
ciki. De tényleg most, hogy mondom, nem tudom, hogy próbáltam-e már csajozni azzal, hogy videójátékozom, az nem olyan menő szerintem, nem. Vagy nem? Én nem tudom. Hát ez, én aztán végképp nem tudom, mert én nagyon rég játszottam, akkor csak fiúk, de itt most már azért annyira jó vizuális, hogy lehet, hogy vannak lányok is, akik ezt nézik, vagy hölgyek. Minden egyes csajt, fraut kérünk szépen, hogy kommenteljen a komment szekcióba, hogyha ő lány. Na jó. De, és ott van egy, volt a földön még, azt ne vegyem? Az lőszer, dehogy nem. De tovább ne menj, mert minket is agyonvág az áram. Ja, azért remeg ott a levegő, déli báb. Jó. Igen. Hogyha a másik ravaszt meghúzod, aha, akkor van a pontos célzás. Prima. Anyádat. Ó. Jó, hát nem tudtam, hogy ez ennyire kínos lesz, hogy ennyire nem megy majd ez a dolog. De ez... Nagyon sajnálom, hogy így leégek, de hát akkor ez van. Semmi probléma. Kedves kollégák. Nagyon kedves vagy. István Kovácsot... láttuk vendégül a Game Day irodában. Ki kellett volna húzzam magam, úgy ült. Úristen, hogy néztem ki. Nem baj. Minden ez gamer van. Így ül. Minden tehát, gamer így ül. Elmondhatod most már magadról, hogy játszottál konzolos játékot kontrollerrel. Aha. És hogyha van kedved, akkor szívesen látlak még. Meg ha jól tudom, neked is igen, lesz majd valami zenés produkciód. Igen, mert tervezem, hogy szép magyar számokat lefordítok németre. És többet most nem akarok elárulni erről, de igen, tehát nem sokára majd lesz. És akkor majd nézzétek meg, én a Facebookon vagyok, nem tudom, én ezeket szabad mondani? Szabad, persze. Én ezt akartam mondani, hogy ugye, de nem tudom, hogy YouTube-on van-e videó, arra nem emlékszem, mert mindig Facebookon találkoztam, de István Kovácsot a Facebookon találjátok meg, de tudod mit? Én beírom a linkeket a videó alá, ja, kedves szuper, kollégák. Prima. István Kovács Berlini Magyar TV, mert a Berlini Magyar TV-nek dolgozom, ugye, és ezért úgy vagyok benne ott a közösség oldalba is, hogy a Berlini Magyar TV. Tehát István Kovács, Berlini Magyar TV, és akkor ott vannak videók, meg minden, ami információ. Köszönöm szépen, hogy átugrottál, és a nézőknek meg. Sziasztok, srácok! Tschüss! Auf Wiedersehen! Szervusztok!